szaladgáltak, nem csodálom. Na jó, ide jön mindenki, ide jön mindenki, ide, ide, ott áll, ott ül, gyere Noelis, mindenki ide leül, vagy áll, alá, félszapadon ül. Azért jöttünk el ide most versenyezni egy kis motorral és biciklivel, mert van egy olyan nap, amire az embereknek minél kevesebbet kellene használni az autójukat. Sokat szoktatok ti autózni? Igen! A faluba is sokat szoktatok autózni, vagy csak a versenyen? És ennek a napnak az lesz a célja, hogy minél kevesebbet üljetek autóba. És tudjátok, miért kell keveset autóba ülni? Azért, mert sokkal egészségesebb, ha sétáltok, és ha kerékpároztok, biciklisztek, vagy aki nem tud biciklizni, ő felpattanik a kis motorjára, és azzal megy anya után. Mert akkor sokkal egészségesebb, de rollerozni tud? Akkor rollerozni is lehet bizonyám. Mert akkor sokkal egészségesebbek lesztek a mozgástól. Figyeljetek egy picit. És akkor nem szennyezzük a levegőt sem. Nagyon fontos. Ha mondta nektek az óvónéni, akkor rajzolhattok is nekünk valami nagyon szépet arról, hogy hogyan közlekednétek, ha nem lenne nektek biciklite, vagy autótok, jó? Ezt majd elmondja óvónéni, és rajzoltok nekem nagyon szépeket róla, jó? Most, hogy megszeressétek a motorozást és a biciklizést, csináltam nektek egy akadálypályát. Ezen fogunk versenyezni egyet, jó? Motorral és biciklivel. Úgy fogjuk csinálni, hogy Vera néni megmondja, hogy külön rakja őket, azokat, akik motorral fognak versenyezni, jó? Ők egyik padra sorakoznak, és egyik padhoz sorakoznak, a másik padhoz, akik kerékpárral, biciklivel szeretnének versenyezni, jó? Én motorral rakom. Én motorral. Úgy lesz. Jó. Akkor még egy kis figyelem, mert akkor nem fogjátok hallani a szabályokat, jó? Elmondom nektek a szabályokat. Tudjátok, mik azok a szabályok? Igen. Na mi az a szabály? Hogy nem szabad neki menni azoknak a hosszabb. Amit mindenkinek be kell tartani, mert csak akkor lesz érvényes a verseny, jó? Másikat nem szabad lökötni. Egyszerre három kisgyerek fog indulni, jó? Katus néni, meg Mónika néni majd méri az időt, hogy milyen gyorsan végeztetek a pályán, illetve arra is nagyon oda kell majd figyelnetek, hogy látjátok ezeket a bólyákat, igen? Ezt hívják bójának. Ezeket ki kell ügyesen kerülni, olyan ügyesen kell kikerülni, hogy nehogy felborítsátok, jó? Tehát nem csak egy pillanat, mindjárt, jó? Nem csak gyorsan kell menni, hanem ügyesen is. Na most mondjad. Így, hogy ne menjünk neki. Úgy, hogy ne menjetek neki, bizony. És rajzoltam nektek ilyen kis nyilakat. Látjátok a nyilakat a földön? Annak az irányába kell menni a motorral, jó? A csíkokat. A csíkokat, igen. Annak az irányába kell menni. A csíkokat kell követni. És ha ügyesen megcsináltátok a pályát, elértek a pálya végén, van egy vonal, majd oda fog állni valaki, jó? Ott meg kell fordulni a bójánál, de a vonalakra nem szabad rámenni, jó? Mindjárt végigmegyünk az összes motorossal a pályán, csinálunk egy pályabejárást, megnézitek, hogy merre kell majd közlekedni, jó? Követtek engem, és akkor meg fogjátok jegyezni, jó? Nagyon ügyesnek lenni, és aki odaért a végére, megfordult, az amilyen gyorsan csak tud, mehet vissza a rajthoz. Akkor már nem kell kikerülni a bójákat, hanem akkor nagyon gyorsan lehet menni, rendben van? Igen. Na, akkor várjátok a kezdést? Igen! Mert amikor lapnál vagy gyakoroltam, akkor kirakunk egy három labdát, és akkor azokat kerültem ki a bélyemig. Na, akkor most a bójákat fogod. Akkor most Vera nénihez odafigyel mindenki, és megbeszélitek, hogy ki fog menni motorral, és ki fog biciklivel, jó? Kár volt, hogy korni váltok,
Megfordulunk, de nem megyünk ki a vonalból. És visszafelé megint nagyon gyorsan kerülünk visszafelé, jó? Nagyon gyorsan. Itt ezt gyorsan megkerülni. Gyere le utam! Gyere! De mennyi még arra? Még itt nem kell, itt megkerülöd a bóját. Yeah!
szeretne motorral mentek bicikliben. Szeretnék valaki menni, Lilla? Szeretnék valaki szeretnétek menni? Ki van még, aki szeretne motorral? Yeah.
Jó, kerüljük meg a bolyát, hát nem egyenesen kell menni, hanem a bolyát, ugye nem figyelsz. Thank you.
Baboly, de gyere vissza! Na, figyeltek egy picit! Ide figyel mindenki! Nagyon ügyesek voltatok. Figyeltek egy picit, mert nem tudok kiabálni, jó? Nagyon csendben legyetek. Mindenki nagyon ügyes volt. Volt, aki nagyon-nagyon ügyes. Volt, aki pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ügyes. De mivel végigcsináltátok ügyesen a pályát, mindenki fog kapni valami meglepetést. Arra kérlek benneteket, hogy aki hallja a nevét, ő megy oda a Réka nénihez, jó? De csak ő, a többiek pedig ügyesen megtapsolják, jó? Először azok figyeljenek, akik motorral indultak, jó? A kis motorokkal, azok nagyon figyeljenek. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon ügyesek voltatok, de azért voltatok néhányan, akik nem figyeltetek oda se rám, se Vera nénire, és nem kerültétek ki az akadályokat. Csak nagyon ügyesen, gyorsan mentetek, de bizony az akadályokról elfeledkeztetek. Azért ti is kaptok valamit a Réka nénitől, biztosan megszomjaztatok, úgyhogy aki hallja a nevét, ő mehet oda, jó? Menjen a nagy Gergő! Gergő? Gergő! Gyere, Gergőke, menj oda! Réka nénihez. Nagyon ügyes voltál, te jó, megtapsoljunk oda a Rékához! Nagyon ügyes voltál, jövőre köszönöm majd kikerüljöd az akadályokat. Gyere. A Troják Noel! Troják Noel, megköszönitek! A Fodor Armando, Horváth Alex, mennyi kapcsolját, Alex hol vagy? Akkor mennyi mondta, hogy hallad a nevedet? Takács Tamás, Takács Tamás, gyere Tamás! Margaléna, Megyesi Kevin, mely a Lénának már mondták a nevét. Tessék, gyere Tamáska! Gyere, mennyi hát aki kapott? Menjetek oda? Bási Eframin, és a Combál Gábor. Combál Gábor, ha hol vagy? Már megyünk. Ti voltatok azok az ügyes gyerekek, akik szépen végigmentetek a pályán, csak az akadályokat hagytátok ki. Aztán voltak azok a nagyon ügyes gyerekek, akik már az akadályokat is többé-kevésbé ügyesen kikerülték. Ilyen nagyon ügyes gyerek, kislány volt a Bálesz Dóra. Bálesz Dóra, akinek szeretnénk gratulálni. Kapcsoljuk meg a Dórát! Érnek is akadt a Réka néni a nyakába, mert ilyen nagyon ügyes volt. Gyere, tündélkém, gyere, ügyes volt. Takács Ramona. Ramona is nagyon ügyesen kerülgette az akadályokat. Az nem biztos. A Kulisek Emma, Emmácska is nagyon ügyesen engedem kerülte Emma az akadályokat. Sógorka Laura, Laura is nagyon ügyesen és gyorsan megtartta. Kapcsoljuk meg. Varga Hanna, Hannácska. Tóber András, megköszönjük András. Varga Amanda. Varga Amanda, megköszönjük. Ügyes voltál András. Takács Panna. Takács Panna. Panna, menjék kicsit meg. És akik csak egy icike-picikét csúsztak le a dobogóról, de lecsúsztak, Nerhab Luca. Luca, nagyon ügyes volt a Luca, egy kicsit gyakorol, és jövőre már biztos jobb lesz. Figyelj! Ben és Doroti. Ben és Doroti. Tapsoljuk meg a Doroti. Nagyon ügyes volt. És akkor senki ne keseredjen el, mert ha nagyon figyeltek, akkor most elmondom, ki volt a három legügyesebb a motorozásba, akik a legkisebbek közül kerülnek ki, mert ugye a kicsiknek sokkal nehezebb hajtani a motrot, mint a nagyoknak. A legjobb időt menték, a leggyorsabban, és a kevesebb hibával. A harmadik helyezett, tehát aki a harmadik legügyesebb volt az összes motorosok között, ő Benis Réka. Jaj, kapcsoljátok meg a Rékát! Kapcsoljátok meg a Rékát! Ő lett a harmadik! Egy és ezért ő kap egy kis kupa, indivaló. Fordulj a Réka, katus fele Réka!
oda a Katus néninek mosolyogjál egyet, jó? A második helyezett Fog Noel. Fog Noel! Hol Noel is nagyon ügyesen ment, és nagyon ügyesen került el az akadályokat. Jaj, tapsoljuk meg a Noel, nagyon ügyes volt! Állj oda a Katus felé! Fordulj a Katus felé! Ügyes voltál, Noel! Ügyes voltál, Noel! Igen! És az első... Egy kis csendet kérek, mert most elmondom, hogy ki volt a legügyesebb a motorozásban, aki a leggyorsabban is ment, és a legpontosabban is. Az pedig Hegedűs Joel. Ő volt a legügyesebb. Gyere, Joel, de ügyes van! Ő ment a leggyorsabban és a legpontosabban. Jó, menj oda, Réka! Tapsoljuk meg a Joel! Tapsoljatok egy nagyot! Ő lesz az első! Fordulj a Katus fele, Joel! Apának akartak kitadni, Iga. Jaj, jó! Oda Katus nénihez, jó? Figyelj! Akkor most, ha egy kis csend lesz, elmondjuk, mi történt a biciklisekkel, jó? Noel, szaladj oda te is! Gyere, Joel! A biciklisek is nagyon ügyesek voltak, csak ugye ők is inkább arra figyeltek, hogy nagyon gyorsan végig menjenek a pályán, és azokat az akadályokat bizony elfelejtették néha kikerülni, igaz? Ilyen volt, aki ügyes volt, csak nem került el az akadályokat, a nagy zsombor. Nagy zsombor. Gyere, Zsombi, erre gyere, Zsombi. A Báles Lilla. Báles Lilla, menjen. És a Baranyi Ferike. Baranyi Ferike. Mert a Ferike is olyan gyorsan ment, mint a szél, csak az akadályt felejtette el kikerülni. Gyere, Lilla, gyere, Zsombor. Gyere vissza, Zsombor. Ügyesek voltatok ti is, és jövőre majd már figyeljetek az akadályokra is, jó? Akik szintén nagyon ügyesek voltak, figyeljetek egy picit, hogy ki nem hallotta még a nevét? Akik gyorsan is mentek, és az akadályokat is többé-kevésbé ügyesen kikerülték. Sógorka Baláska. Baláska, hol vagy Balázs? Balázs, ott van, menj, jó? Gratulálunk a Baláskának, nagyon ügyes volt ő is. Sógorka Bendegúz. Sógorka Bendegúz. Gyere, papu. Bendi is nagyon ügyes volt. És Sógorka András. Sógorka András. Sógorka Andráska. És akkor még egy kis nagyon pici türelmeteket kérem, figyeltek rám egy picit? El szeretném mondani, hogy a biciklizésben ki volt a három nagyon ügyes, aki, minden, aki sok akadályt kikerült, és gyorsan is végigment a pályán. A harmadik helyezett lett Géringer Botond. Újra tapsoljuk meg a Botondot! Gratulálunk, Botond, de kicsit még gyakorolsz, és akár első is lehet jövőre, jó? Egy Katus néni, egy fényképet, hadd csináljon. Állj meg, Botond! Arra nézze, úgy. A második helyezett... Nagyon figyeljetek, ki lett a második legügyesebb a biciklivel? Nerhaf Knuca! Nerhaf Knuca, menjél! Menjél hamar! Tapsoljuk meg a Lucát! Nagyon ügyes volt a Luca. És akkor az első helyezett... Ki lett a legügyesebb a biciklizésbe? Géringer Barnabás. Géringer Barnabás! Jó! Állj meg ott, Barnabás! És akkor egy pillanatra... Ki volt az, aki még motorozott, de nem hallotta a nevét, nem volt a Réka néninél? Aki motorozott vagy biciklizett, és nem hallotta. Bianca, szaladjál te is a Réka nénihez akkor gyorsan. Fogd Noel mögött, van egy kislány. Péter. Péterke, valaki nem kapott még innivalót, gyerekek? Gyere, te is gyere, de még nem kapott semmit. Néni, nekem van innen. Vera néni, van, aki nem kapott még innivalót, akkor ők jöjjenek, legyenek szívesek, jó? Menjetek oda a Rékához, menjetek oda innivalót. Ki nem kapott még innivalót? Gyerekek, mindenkinek van? Neked sincsen, menjél, légy szíves. Gyerekek, menjünk! Nem érjük vissza! Mindenki kapott!
Akkor mennyi? Neki nincs indivalója. Jó, itt nem nyitom, majd utána kinyitom a befejezőt. Eljöttök máskor érzelni? Igen. Jól éreztétek magatokat? Köszönöm, hogy ilyen ügyesek voltatok, jó? És akkor jövőre találkozunk, jó? Köszönjük szépen! Hogy? Most már kinyitom. Ha tudsz. Hol van ennek a videója? Ezért nem dobjuk el a dobozt, ugye? Ha megittátok, odaadjátok és kidobjuk a kukába, jó? Segítenget rajta, cselló játszik a macska, vonó a farka, ez a csütörtök.